Kiválasztás és eldöntés. Az eldöntés algoritmusa. A lineáris keresés algoritmusának további módosítását jelenti, ha nem vagyunk kíváncsiak a keresett elem indexére, csak arra, hogy egyáltalán létezik-e a sorozatban adott tulajdonságú elem. Ekkor eldöntésről beszélünk. Az eldöntés algoritmusa első ránézésre teljesen megegyezik a lineáris keresés algoritmusával, csupán az eredményben van eltérés. A megfelelő elem indexe helyett az eldöntendő kérdésre válaszolunk. Találtunk ilyet, vagy nem? De hamarosan meg fogjuk látni, miért térünk ki külön erre a változatra. A nagyobb programok esetén persze egyáltalán nem biztos, hogy kiírjuk a választ, lehet, hogy a továbbiakban kell felhasználnunk. Ebben az esetben célszerű egy logikai változóval jelezni az eredményt. Mint tudjuk, ha nem léptük túl a tömb maximális indexét, akkor találtunk megfelelő elemet. Ezért az i kisebb egyenlő n relációval értéket adhatunk a találatot jelző logikai változónak. Példaként írjunk programot, amely beolvas egy nevet, és jelzi, hogy szerepel-e a megadott név a diákok adatmodulban. Hozzunk létre egy új projektet van-e néven, és vegyük fel a projektbe az adatmodult. Mint tudjuk, azt a változatát használjuk, amelyben a nulla indexű tömbelemek fiktív értéket kaptak. Helyezzünk el az űrlapon egy szövegdobozt, egy parancsgombot és egy címkét. Deklaráljuk a keresett változót, amelybe beolvassuk a nevet, illetve az n-et, amellyel a diákok számát jelezzük. Ez megegyezik a névtömb maximális indexével. Következik a lineáris keresés algoritmusa, az i ciklus változónak kezdőértéket adunk. Egy feltételes ciklussal addig lépegetünk előre, amíg nem futunk ki a tömbből, és nem találjuk meg a keresett nevet. A kilépést feltételes elágazás követi. Ha nem futottunk ki a tömbből, akkor megtaláltuk a diákot, az eldöntés algoritmus kívánalmainak megfelelően csak a találatot jelezzük. Ha kifutottunk a tömbből, akkor nincs ilyen diák. A program futtatásával ellenőrizzük az algoritmus működését. Verebes Fruzsina. Van ilyen diák, ő az első a névsorban. Hegyi Csaba. Őt is megtaláljuk, az utolsó a tömbben. Hegyi Károly. Ilyen név már nem szerepel a diákok között. Nem érünk el találatot akkor sem, ha véletlenül kisbetűvel írjuk a nevet. A Visual Basic ugyanis alapbeállítás szerint a stringek karaktereinek a kódját használja az összehasonlításhoz. A kisbetű és a nagybetű párjának a kódja azonban különbözik egymástól. A stringek összehasonlításának ezt a módját bináris összehasonlításnak nevezzük. A másik, az úgynevezett szövegszerű összehasonlítást a karakterek és stringek leckében fogjuk megismerni. Biztos, ami biztos, a Visual Basic beállításai között ellenőrizzük a választott módszert. Nyissuk meg a Tools Options párbeszéd ablakot, majd válasszuk ki a Projects and Solutions csoportban a VB Defaults, azaz alapértelmezések panelt. Itt látjuk a választott módszert. Ha nem bináris, akkor állítsuk vissza. A lineáris kereséssel lényegében megegyező, van-e megfelelő tömbelem kérdés helyett megkérdezhetjük azt is, hogy vajon minden tömbelem rendelkezik-e a megadott tulajdonsággal. Vegyük észre, hogy ez lényegében ismét lineáris keresés, de most éppen ellenkezőleg a tulajdonsággal nem rendelkező tömbelemet keresünk. Az ismétlési feltételben tehát éppen az adott tulajdonságot írjuk be.
addig lépegetünk előre, amíg az aktuális tömbelem az rendelkezik a vizsgált tulajdonsággal. Ha kifutottunk a tömbből, akkor minden tömbelemre érvényes volt a feltétel, minden tömbelem rendelkezett az adott tulajdonsággal. Egyébként pedig találtunk olyan tömbelemet, amely már nem felelt meg a feltételnek. Megismétlem, ha arra a kérdésre keresünk választ, hogy minden tömbelem rendelkezik a vizsgált tulajdonsággal, akkor a lineáris keresés ismétlési feltételében éppen ennek a tulajdonságnak a vizsgálatát írjuk elő. Teljesülése esetén lépünk tovább. Ha kifutottunk a tömbből, akkor igen a válasz a feltett kérdésre, minden tömbelem megfelelő, ha nem, akkor találtunk olyat, amely nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Az I nagyobb N reláció logikai értéke jelzi tehát, hogy minden tömbelem megfelelő volt-e. Írjunk például programot, amely bekér egy magasságértéket a felhasználótól, majd eldönti, hogy minden diák magasabb-e ennél a megadott értéknél. Hozzunk létre egy új projektet minden néven, és adjuk hozzá a diákok adatmodult. Helyezzünk el az űrlapon egy szövegdobozt, egy parancsgombot és egy címkét. Deklaráljuk a határ nevű egész típusú változót, melynek értékét a szövegdobozból olvassuk be. Azt fogjuk meghatározni, hogy minden diák magassága nagyobb-e ennél a határnál. A diákok számát szokás szerint ennel jelöljük, amely megegyezik a tömbök maximális indexével. A lineáris keresés algoritmusának megfelelően deklaráljuk a ciklusváltozót, és kezdőértéket adunk neki. Ezután következik a feltételes ciklus, melyben sorra vesszük az egyes diákokat. Szokás szerint ügyelünk arra, hogy ne fussunk ki a tömbből, és itt vigyázzunk, itt van a változás, az ismétlési feltételnek azok a diákok felelnek meg, akiknek a magassága nagyobb, mint a megadott érték. Következik a feltételes elágazás. Ha kifutottunk a tömbből, akkor minden diák megfelelt a feltételnek. Egyébként pedig találtunk olyan diákot, aki nem volt magasabb a megadott értéknél. Jegyezd meg az eldöntési algoritmus kétféle változatát. Van-e olyan tömbelem, amely megfelel a keresett tulajdonságnak? Minden tömbelem megfelele a vizsgált tulajdonságnak. Az algoritmusok felírásánál nem szabad hibát véteni. Próbáljuk ki a programot. 100 cm-nél minden diák magasabb. 140 cm-nél minden diák magasabb. 150 cm-nél már nem lesz minden diák magasabb. A diákok adatmodul segítségével ellenőrizd a válaszok helyességét.